Jó estét kívánok, köszöntöm a közügynézőit. Ahogy múlik a járvány, úgy kezd magára találni a kulturális élet Debrecenben. Éledezik a színház, egyre több a zenés program, de tárlatokból, kiállításokból sincs hiány. Bár ez még mindig nem az a nyüzsgő, programokban gazdag kulturális élet, mint amit élhettünk a járvány előtt, az kétségtelen, hogy egyre jobban hasonlít rá. Hol tartunk ebben a folyamatban, milyen nyarunk lehet? Erről beszélgetünk Puskás István alpolgármesterrel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát tényleg azt veszi észre az ember, hogy azért most már kezdjük visszakapni a régi életünket, és ez érzékelhető a kulturális területen is. Ha mondjuk azt kérdezném, hogy a két évvel ezelőtti állapotokhoz képest százalékos arányban hol tartunk most, akkor mit mondan erre? Hát bőven 50% alatt, nem szeretném azért így udvariatlanul se becsülni a mostani teljesítményeket, de azért valóban messze nem a korábbi potenciájával pezseg a kulturális élet. Igaz, hogy az intézményeink nyitva vannak, az alap szolgáltatások azok elérhetőek a könyvtártól, a múzeumokon át, mondjuk az állatkertig, de mindenhol éppen a veszélyhelyzet korlátozásai még érvényesek, akár az előadó művészeti rendezvényeknél is, úgyhogy még messze nem a teljes kapacitással, de azt gondolom, hogy már érdemben tudunk kínálatot adni a debrecenieknek. Hová juthatunk ki a nyáron mondjuk ilyen szempontból? Tehát mennyire pezseghet fel a kulturális élet? Hogyan készülünk erre a nyárra? Már azt hiszem, hogy valóban láthatóak a kulturális intézmények és egyáltalán a kulturális közösségek a debreceni kínálatban. A színház már hetek óta játszik, ugye megint csak azokkal a formátumokkal, amelyek ezt lehetővé teszik. De a Deszka Fesztivál is zajlik már éppen most a napokban. A Kodály filharmonikusok újra koncerteznek, kiállított terek tehát újra nyitva. Most a hétvégén már gyereknapi programok is várják az érdeklődőket. A Vojtina Bábszínház is kilép újra a közönség elé, tulajdonképpen a vasárnappal. És így fokozatosan, ahogy tavaly mondtuk, lépésről lépésre indulnak újra a programok. Bízunk benne, hogy a nyár folyamatai lehetővé teszik azt, hogy egyre nagyobb formátumú, egyre nagyobb közönséget megszólítani tudó és befogadni tudó rendezvényeket tudunk tartani, eljutva egészen minden nyári szezon csúcspontjáig, a virágkarneválig. Tehát arra készülünk valóban idén is, hogy valamilyen formában, de virágkarneválra is sor fog kerülni 2021-ben. Na és mit lehet már erről tudni, ha már szóba hoztam, milyen virágkarneválra számíthatunk majd? Ugyanúgy, mint tavaly, több különböző forgatókönyvekkel készülünk, sajnos tavaly ebben lett rutinunk. Van már egy a tavalyihoz képest világosabb képünk, elképzelésünk, hiszen sokat tanultunk 2020-ban. Igazából úgy készülünk, hogy nagy tömegrendezvény, olyan rendezvény tehát, ami nagy embertömeget egyben tart huzamosabb ideig, egy meghatározott zártabb térben ilyen idén sem lesz. Nagy valószínűséggel a tavalyihoz hasonlóan egy olyan mozaik fog megvalósulni, nem csak a virág karnevál napján, tehát augusztus 20-án, hanem a karneváli héten, ami egy színes rendezvény sokaságot tud majd kínálni, és e között válogatva és e között járkálva tudjuk majd tölteni az időt, és tudunk szórakozni Debrecenben. Maga a felvonulás, illetve virágkocsik lehetnek, csoportok lehetnek, ugye gondolom a külföldiek nagyon nem jöhetnek szóval. Valóban sajnos a külföldi jelenlétről még idén is le kell mondanunk, bár elképzelhető, hogy mondjuk határon túli egészen hozzánk közelő országokból érkezhetnek, ez majd nyilván még az elkövetkezendő heteknek a fejleményeitől függ. Virágkocsikkal, mint a virágkarnevál alapelemével természetesen készülünk. Az, hogy aztán ezek milyen módon tudnak megmutatkozni a közönség számára, erre is vannak már tavalyihoz hasonló, vagy attól eltérő, vagy éppen a tradicionálishoz hasonló elképzelések. Ez több mindentől függ a városban, ugye számolunk azzal, hogy az idei év nagy közlekedési fejlesztései fogják érinteni a virágkarnevál hagyományos útvonalát, a Betlen utca Egyetem Sugárút útvonalat, illetve egy alternatív útvonalat is a BEM tér révén. Úgyhogy az, hogy hogyan fog tudni kinézni a virágkarnevál, az többek közt ennek is a függvénye, de találékonyak, kreatívak vagyunk, úgyhogy biztos, hogy
megfelelően szórakoztató és megfelelő minőségi módon tud zajlani majd a virágkarnevál. De spontán virágkarnevál lesz, akkor ennek tekintetében mondhatjuk azt, akár le kell reagálni ugye a rendelkezésre álló területeket. Karneváli hét lesz, több programmal, több helyszínen, tehát tényleg a tavalyival teljesen hasonló módon, vagy mondjuk ilyen szempontból lehet egy picit már erősíteni, mert a járvány hál' Istennek már nem olyan fázisban tart, mint tavaly ilyenkor. Alapjában véve ez annyiban hasonlítani fog a tavalyi évre, és hát egyébként a hagyományos struktúrára is, hogy a két nagy helyszín, a nagy erdő környéke és a belváros újra együtt fog élni a karneváli hét idején. Készülünk jelentősebb nagy rendezvényre a Kossuth térre is. Természetesen a nagyerdei övezet is programokkal fog megtelni. Azonban, hogy ezek konkrétan mik lehetnek, ezekről azért lenne még most felelőtlenség beszélni, mert várjuk meg, hogy mik lesznek azok a konkrét körülmények, amelyek között tudunk majd dolgozni. Egyéb nyári nagy rendezvények, amiket már azért megszokhattunk, nem tudom én, a Bor és Jazz napok, vagy éppen a Cheshire Fesztivál, amiket már a debreceniek megszokhattak és szerettek is, ezekkel hogy állunk? Mennyire lehet ezeket visszahozni? Bor és Jazz napok terveink szerint lesznek, tehát azt már a jelenlegi szabályozás is tulajdonképpen lehetővé tenni, persze egy szabályozottabb vagy korlátozottabb formában, de tulajdonképpen már jövő héten is tudnánk Bor és Jazz napokat tartani, úgyhogy Bor és Jazz napokkal készülünk. Akár új gasztronómiai jellegű események is készülődnek. Erről tényleg majd azért, ha beszélünk egy picit később, akkor, amikor egészen biztossá válik, hogy a körülmények ezt lehetővé teszik. Igazából úgy néz ki, hogy a gasztronómia hónapja szeptember lesz majd, tehát több nyáron megszokott gasztronómiai rendezvény éppen biztonsági megfontásokból, hiszen ugye az elszervezés előkészítés egy hosszas folyamat, és mondjuk nyár elejével még mivel nem tudtunk biztosan számolni, ezért inkább az ősztön biztonságosnak, tehát oda kerül át, tehát szeptember az kifejezetten egy erős gasztronómiai fesztivál kínálatot mutat majd a terveink szerint. De a szabadtéri színpad nyitja a kapuit egész nyáron, nagyon izgalmas előadások várhatók, ugye erről már volt sajtótájékoztató, bár ugye nem csak színházi esték, hanem más rendezvények is, különböző kulturális csoportoknak a gálái, koncertek ugyancsak várhatóak a szabadtéri színpadra. Egy érdekes új színfoltnak ígérkezik idején egy két hét végére tervezett utcazenei kis fesztivál, tehát arra készülünk, hogy augusztusban két hétvégén a virágkarnevál előtt utcazenészek lepik majd el a debreceni belvárost. És akkor ezt a DEMKI szervezi. Mm-hmm. Több helyszínen, terveink szerint öt helyszínen lesz kisformátumú, akusztikus, tényleg ilyen utcazenei koncertkínálat. És tulajdonképpen ezt már fel is vezeti az ezen a hétvégén induló sorozat, amely keretében a közterekre ismét visszatérnek majd a debreceni alkotók, a debreceni kulturális közösségek, csak úgy, ahogy tavaly történt. A különböző társcsoportok, zenészek, zenekarok, akár képzőművészek ismét jelen lesznek a hétvégi délutánokon és estéken a debreceni belvárosban, ahogy ezt már tavaly megszoktuk és megszerettük. Tehát ezen bízom benne, hogy ez annyira részévé tud válni majd a város életének, hogy ez aztán elkövetkezendő években is velünk marad majd. Tehát akkor tényleg mondhatjuk azt, hogy szépen lassan azért újra megtelik élettel Debrecen, akár a belváros, akár a nagy erdei övezet. Lesz-e bármiféle újdonság, új kezdeményezés, ami egy picit még megpezsdítheti Debrecen kulturális életét ezen a nyáron? Készülünk, igazából ezt az időszakot, ezt a viszonylag csendesebb időszakot arra is felhasználtuk, hogy hosszabb távú terveket is készítsünk, ugye nagyon ambiciózus és egyébként nagyon megalapozott fejlődési pályán van a város, amit ugye a D20-30 program foglal tulajdonképpen keretbe, és arra készülünk, hogy a kultúra is ezt a léptékváltást megtegye, ehhez igazítva egy sor olyan akár rendszer szintű tervezés is folyt idén, ami remélhetőleg a közeljövőben tényleg érdemi változásokat hoz a kultúra területén is. Ennek egy fontos első lépése tulajdonképpen, ami egy olyan folyamat, ami tulajdonképpen már zajlik, arra az elhatározásra jutottunk, hogy pályázunk az UNESCO kreatív városok hálózatához való csatlakozásra, azon belül is pedig az irodalomvárosai csoporthoz csatlakozni, nyújtjuk be a pályázatunkat június végén. Ez egy olyan
hogy tetszik, kulturális elit klubja a világnak, ami tehát az UNESCO égisze alatt működik, tehát egy globális hálózat, nem egy Európai Uniós csoport, mint mondjuk a Eurocities, aminek ugyancsak a tagjai vagyunk, vagy az az elit csoport, amit az Európa Kulturális Fővárosai címmel rendelkező városok jelentenek. Ez egy nagy globális hálózat, az ehhez való csatlakozás az érdemben tudja Debrecen kulturális mozgásterét növelni azáltal, tehát, hogy egy nagy közösséghez csatlakozik. Úgy döntöttünk, hogy azon a ponton próbálunk belépni ebbe a hálózatba, amely ponton Debrecennek a legerősebbek a hagyományai, ami a város identitásához leginkább kötődik, a jelene is virágzó és a jövőbeli perspektívája is biztatóak. Ez pedig az irodalom, de széles értelemben az irodalom, tehát az irodalom és a könyvkultúra, az olvasás kultúra az a terület, amivel mi ennek a kreatív közösségnek szeretnénk a tagjai lenni. Ugye számos nagyon erős mondás lehet ezzel kapcsolatban, például idén 460 éves a debreceni könyvnyomtatás, az Alföldi Nyomda, Magyarország legrégebbi, legöregebb vállalata, üzleti vállalkozása, gazdasági vállalkozása az Alföldi Nyomda. Azt gondolom, hogy ez önmagában megtestesít egy sor nagyon is debreceni értéket, a kultúrához kötöttséget, a tudás fontosságát a városban, az irodalom, az írott szó fontosságát Debrecenben, a hagyományokat és az innovációt egyszerre, hiszen az Alföldi Nyomda mindig is a gazdasági, technológiai innovációnak egy fontos pontja volt a városban, egy fontos szereplő a gazdasági életnek is. Tehát azon túl, hogy mondjuk talán az egyik legismertebb magyar író, sőt mindenképpen az egyik legismertebb magyar író Szabó Magda is debreceni, tehát a világirodalomnak is neki köszönhetően része a debreceni kultúra. Tehát egy sor olyan nagyon erős állításunk van, ami ezt a pályázatot tudja indokolni, alá tudja támasztani. Te picit úgy érzem, hogy ez valahogy a követelményrendszernek is megfelel, amit most felsorolt. Valahol ezekkel a feltételekkel lehet elnyerni az irodalomvárosa címet? Így van, ez tényleg egy olyan elitklub, amiben Dublin tartozik, Barcelona tartozik, Prága tartozik, Milánó, úgyhogy ha ennek a hálózatnak a részei tudunk lenni, akkor tényleg olyan perspektívák nyílnak meg a kulturális együttműködések révén. Rezidens programoktól, tehát művészek jövésmenésétől, legkülönbözőbb innovációs, technológiai innovációs együttműködésekig, amelyek azt gondolom, hogy segítenek a Debrecen városának abban, hogy léptéket váltson a kultúra területén is, és ehhez kapcsolódóan innovációban, technológiában, tehát gazdaságban is. Pályázunk, mikor dőlhet el, hogy elnyerjük ezt a címet, vagy hogy működik ez? Ebben a hónapban kell, tehát illetve jövő hónapban kell benyújtanunk a pályázatot, és novemberre fog dönteni az UNESCO. Mi természetesen mindent megteszünk a városon belül és kívül is, hogy sikeresen pályázunk. Hát akkor szurkolunk majd, ezért köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm, hogy mindezt elmondhattam.